Egy csődbe ment bevásárló központból alakították ki a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal 13.000 négyzetméteres új épületét. A házban korábban 10 különböző telephelyen dolgozó hivatal kapott helyet. Az ügyfél terekben látható, érezhető, hogy a bejövetelkor már az információs pultnál fogadó kollega segítő szándékkal várja. Segítő szándékkal és szolgáló szándékkal. Mi komolyan valljuk itt valóban Magyari Zoltán megyéjében, hogy a közigazgatás az emberekért van, és nem is lehet másképp, de azt is tudjuk, hogy a közigazgatás az az államnak, illetve az országnak mindig húzó ágazata és stratégiailag fontos ágazata kell, hogy legyen. A megnyitón Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes köszöntőjében azt mondta, itt valósult meg az országban az első olyan fejlesztés, amely megmutatja, hogy milyen lesz a jövő magyar állama. Az a jogszabályi környezet, amely mostanában kiépülőben van, és az az infrastruktúra fejlesztési program, amelynek első lépéseként itt Tatabányán most átadhatjuk ezt a közigazgatási központot, már azt jelzik, hogy milyen irányban gondolkodunk. De tudjuk természetesen, hogy még a múlt van többségben. Elsősorban az infrastruktúrális ellátottság tekintetében. És ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert ez csak még inkább hangsúlyozza azt az értéket, amelyet a közigazgatásban dolgozók előteremtenek. A kormányhivatal új épületében minden egy helyen van, ami nem csak az állampolgároknak kényelmes, de így az intézmény sokkal hatékonyabban lehet működtetni. Ez éves szinten legalább 100 millió forintos megtakarítást jelent az államháztartásnak.